Elhalasztotta a döntést a Maros megyei tanfelügyelőség vezetőségi tanácsa. A Marosvásárhelyi II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus Teológiai Liceum újraindítása ügyében. A döntést tegnap délután kellett volna meghozniuk, a nemleges választ pedig meg kellett volna indokolniuk. Szerda délután kellett volna döntenie a Maros megyei tanfelügyelőségnek arról, hogy módosuljon-e az iskola hálózata 2023-2024-es tanévtől kezdődően oly módon, hogy külön tanintézményként szerepeljen a II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus Teológiai Liceum. Múlt héten a Marosvásárhelyi Önkormányzat tanácsülésén elfogadta a jelenlegi Bolyai Farkas Elméleti Liceum megosztását és a katolikus iskola beiktatásának tervezetét. Ez volt az idén felszámolt tanintézet újraindításának első lépése. Mára Togánél Maros megye prefektusa újságírói kérdésre elmondta. Mielőtt döntenének, meg szeretnék vizsgálni az ügy jogi vonatkozásait. 6 hónap áll rendelkezésünkre a határozat törvényességének ellenőrzésére. Addig nem tudom megmondani, mit fogunk tenni, amíg az intézmény jogi osztályával együtt nem látjuk, hogy a helyi tanács döntése megfelele minden jogi feltételnek. Hozzátette, a gimnázium újraalapításának kezdeményezése kapcsán egyelőre csak egy önkormányzati határozat tervezet van. Ebben az évben az iskola diákjai még biztosan a Bolyai Farkas Elméleti Liceumhoz fognak tartozni.